Képzeljétek el, tegnap felállítottam a karácsonyfát, és kidíszítettük utána, de amikor felállítottam a karácsonyfát, a macska annyira megijedt a karácsonyfától. Ugyanilyen beteg vagyok, én is élni nem tudok. Köszönöm szépen, tesóm. Tehát a macska annyira megijedt a karácsonyfától, hogy azt hitte, hogy valami démon. És kiment a konyhába, és odahányt. Vágodi, annyira bestresszelt tőle, vagy nem tudom, nem értettem. Soha nem csinált még ilyet. De most már evett amúgy, meg minden tök jó van. Most már nem fél tőle Boti. Tehát egy kb. 15 perc múlva megy összehaverkodott vele, és most már így bemegy a fal alá, és baszogatja rajta a díszeket. Meg minden. De azt nem raktam ki Insta sztoriba? Na majd kirakom Insta sztoriba. Kövessetek be Insta. Az eneba.com egy új játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak! Legyen az új, vagy régi. És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 024-es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük és segítenek neked. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek. Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked. Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen. Kirakom magam full screenbe, már most úgysem nézek videót, majd megnézem akkor, hogyha mindjárt tekerünk itt lefelé, még a megnézendőben, meg sok van amúgy. Úr, szobában. Jó, oké. Ezt meg fogom nézni. Mi volt a sztorim? Elfelejtettem. Vágod, a Sandy Makeup videóit megjelent képernyőben, és elfelejtettem teljesen, amit akartam mondani. Ja, vettem PS5-öt, itt van a kontroller előttem, hogy nem jutott eszembe. És nem élem annyira a játékokat, de még a PS Plus-t is megvettem rá egy évre. Szóval legalább tudunk játszani, hogyha így lesz kedvünk. Képzeljétek el, megint vásároltam, és ezt amúgy mondom is nektek, hogyha van valakinek Csi skinje, amit el szeretne adni, akkor ezt felvásárolom nagyon szívesen még karácsony előtt, hogy meg tudja lepni magát valamivel karácsonyra, mivel én már megleptem magamat, meg mutatom, hogy miket vettem ma amúgy, figyeljetek. Ezt az egész oldalt, itt mindent, meg ezt, ezt mindet nézőktől, eléggé fullos. Sziasztok, srácok, kis időbóra itt a csatornán, mostanában... Csatornán! Úristen, várj már, na. Így, jobb lesz a hangerő, figyelj. Nagyon-nagyon furcsa. Fizetek is, csak ne kelljen őt. Bocsi, drogcsók, köszönöm szépen, de ezt most meg akarom nézni, mert ez, hogy a szobájába járt a Grinch, és lefilmezte, ahogy alszik. És ott volt a Grinch, a szobájában. Ezt meg kell néznem, vágod, ezt nem hiszem el csak így, hogy, nem, hogy le van írva. Látnom kell. A dolgok történnek így velem, tudjátok, így Grinch-el kapcsolatban. És Elfi is elég nehezen alszik mostanában éjszakánként, és hát arra gondoltam, hogy felveszem, ahogy éjszaka alszom. És akkor meglátjuk, hogy történik-e valami furcsa, megjelenik-e Grinch, vagy bármi más. Múltkor említettem ezt nektek, és ti is azt mondtatok, hogy ez nagyon jó ötlet, és mindenféleképpen csináljam meg, úgyhogy ebben a videóban most ezt fog következni. Tegnap éjszaka felvettem azt, ahogy alszom, és most először fogom veletek együtt megnézni. Tehát elég hosszú éjszaka volt, hogy fel fogom gyorsítani, meg ha van benne olyan rész, ami érdekes, akkor nyilván azt vágom majd ki. Most nem fogok nem tudom hány órát megmutatni nektek, mert akkor tényleg itt ülünk majd holnap utáni. Az összes fingását ki lehetne vágni abból a felvételből mondjuk. Az hogyha feltölteni, azt szerintem sokkal nagyobb közeget érdekelne. Sokkal több embert érdekelne, és szerintem sokkal többen néznék meg amúgy. Fin kollekció, igen, amúgy nézze meg a Hörbit. Ott van rá az élő példa. Ráadásul ő férfi. Esténként, mert elég durva. Még jó, hogy jó sötét van. Így legalább nem annyira lehet látni. Amúgy ezek a fények azért vannak, mert a karácsonyfának az égői, azok égnek éjszaka is. Az amúgy nem, szerintem annyira nem biztonságos. Amúgy. Mert én nem hagynám úgy személy szerint. Szeretek amúgy világosba aludni, de nem tudom valahogy, ez nem zavar. Karácsonyfa, tesó, 2 héttel ezelőtt töltötte fel ezt a videót. Vágod, a születésnapom után egy nappal. Ilyen gyorsan elaludtam volna, vagy mi történik itt? Ja nem, szerintem. Ja igen, ott Elfikét simogatom talán. Most jön a Grinch. Úgy látom, hogy nem sokáig bírt a szegényke, és nagyon megunt, úgyhogy arrébb is megy. Azt nem értem, hogy ez engem hogy nem zavar ez a villogó fény. Utálok világosban aludni, mindig korom sötét kell, hogy legyen a szobában. És... mi? Ez... miért nem kapcsoltad le akkor?
És ahogy látom, ezt most itt nagyon élem. Hát úgy látom, hogy átidézett... Nem is emlékszik arra, hogy hogyan aludtál. Hogy kapcsolódott fel a fény? Hát ő hagyta úgy, hát ő mondta, hogy ég a fény. És az annak azért hagyta úgy, hogy látszódjon a kamerából amúgy nyilván, de nem baj, bele kellett építeni a sztoriba, csak elég rosszul csinálta. Lehetett volna az, hogy valaki felkapcsolja, és akkor úristen, a Grinch felkapcsolta a fényeket. Az mennyivel jobb lett volna tényleg? Hallod, megírom a videóit. Tényleg, ezért ezt egy óvodás is tud jobbat csinálni. Szerintem meg tudnám írni neki a szkripteket. Kétszeres gyorsítást ezt nem lehet, de drogcsónak a 100 bitje most itt ütötte meg a szívemet. Ennyi idő kellett. Tényleg beállultam utána. Nem légy, beletekerek egy kicsit. Itt meg aztán hova mentem? Elszintem? Már mondjuk gondolom, hogy pisilni mentem, vagy valami hasonló lehetett. Srácok, ez itt most nagyon... Meglepődik rajta azért, hogy úristen, kimentem pisilni. Nagyon furák a fények. Valami történt. Valaminek történnie kellett itt. Egyik pillanatról a másikra megváltozott a villogása ennek a fénynek. Az a Grinch. Srácok, ez csak gombnyomással lehet szabályozni, tehát másképp nem, valakinek meg kellett nyomnia a gombot. És én itt nagy valószínűséggel pisilni voltam, úgyhogy nem hiszem, hogy én voltam az. Nem hiszem, hogy én voltam. Azért fennáll a lehetősége. Azért, de nem hiszem. Én is állítottam volna az éjszaka kellős közepén ilyen villogásra. Az éjszaka kellős közepén alapból miért volt bekapcsolva? Itt ez a legnagyobb kérdés, nem az, hogy villog-e vagy be van, hogy érted? Szerintem az a legnagyobb kérdés. Nem merül ez föl szerintem a gyerekeknek. Van olyan ember, aki ezt elhiszi. Szerintem van olyan gyerek, aki ezt tényleg elhiszi. Imádom a videói, és ez elég ijesztő ellipszilonsével. Nagyon jó szerkesztés, de nem versz át. Na ő, Sherlock Holmes Jr. Nézd meg a karácsonyfát, hátra tett oda valamit. És meg szerintem meg kéne nézni a Grinch babákat. És nagyon jó videós vagy, Szondi. Én ezt nem tudom elhinni, hogy ezek nem felnőtt emberek, akik roleplayelnek. Tényleg, ez lehet, hogy amúgy egy szekta. Lehetséges, hogy ezek nem is gyerekek. Á, de nézem a profilképeket, meg a neveket, ezek biztos, hogy gyerekek. Ez rémisztő volt! Ez a jövő generáció és rácok amúgy, ki fog termelni egy elég kemény tömeget. Azért az Alec Robinak is elég sok feliratkozója van, de a Sandy Makeupnak, bazeg, az Alec Robinak mennyi van? 400 000! Hát azért, figyelj, Sandy Makeup, elég gyorsan halad. A múltkor mennyi volt, amikor még csináltam róla videót? De akkor még nagyon kevés volt, és azóta nem telt azért annyi idő. És most már sokkal több feliratkozója van, és hát nincsen is bele van írva egyáltalán, hogy ez kitalált volt. Igen, a film cselekménye kitalált történeten alapul. Amúgy itt a végére tényleg be van írva, de akkor nem tudom, akkor csak rájátszanak. Élik, hogy ez egy mese is így el van mesélve, vagy nem értem, hogy ezek a gyerekek vajon tudják azt, hogy ez, hogy elsolvassák a végén a szöveget amúgy, mert a szöveg, és nem akarnak olvasni, mert az nem TikTok, ugye, és nem lehet csak így. Nem tudom, hogy mit él ez a generáció amúgy ezen az egészen, nem tudnak olvasni. Aha! De hát akkor várj, de akkor írni. De akkor írni meg feliratkozni, hogy tudnak? Azért itt 250 komment van. Szondi, én imádlak, mert olyan vagy, mint én. Szondi, zárd fel a padlásra a Grinch-et. Hát amúgy szerintem ezt elhiszik. Szerintem kamu az egész. Na ő. Ő tudja. Ő rájött. El akarta Grinch lopni. Hát amúgy írni se tudnak, szóval az olvasást is lehet gondolni, hogy nem. Úristen, srácok, ez nagyon creepy. Ez nagyon creepy így visszanézni, hogy ilyenek történnek. Ahogy látom, vissza is értem a kérdésre. Nagyon creep! És akkor fekszem le újra. Hát nem lehetett túl kényelmes, ha még ezt a... Nem buták, csak még nem fagylett ki az agyuk, vágod. Mármint, hogy a gyerekek azok buták, de nem azért buták, mert hogy amúgy buta emberek lesznek, hanem csak szimplán akkor még buták. Ezért nem tudjuk őket bántani. Ők csak gyerekek. Amúgy ez annyira nem mondanám káros tartalomnak amúgy, mert ez mondjuk szórakoztató. Szerintem szórakoztató. Csak kibaszott gáz. De amúgy szórakoztató. Esküszöm, tudok rajta nevetni, itt elnézzük tök sokan. Szerintem amúgy nem rossz content, nem? Kuráspárnát is magamhoz veszem. Eléggé úgy tűnik, mintha nyugtalan lett volna ez az éjszakám, így, hogy most ezt visszanézem. De... Még ebből a sok elérésből, meg ebből a sok, hogy ennyi gyereknézője van, sokkal, de sokkal többet is ki lehetne hozni ebből a csatornából amúgy, hogyha mondjuk rendesen megrendezni a dolgokat esetleg több szereplővel, vagy mondjuk valakik felvesznek ilyen jelmezeket, vagy eljátsszák, hogy tényleg kitalálnak egy színdarabot akár, az mennyivel igényesebb lenne, mondjuk, nem tudom, mert amúgy meg a tesók azok már csináltak ugye ilyen videót, és hát az se volt nagyon cool. Reggel amúgy nem éreztem így, csak annyit éreztem ma reggel, hogy sokkal fáradtabb vagyok, mint voltam, de más nem. Még elég sokat forgolódok ezen az éjszakán, amúgy mostanában nem szoktam, régen egyébként nagyon sokat forgolódtam, és amikor a tesómmal együtt aludtunk, akkor volt olyan, hogy véletlenül orról rúgtam éjszaka álmokban, és vérzett az orra, és ezt másnap reggel mesélte el nekem, anya. Jó, amúgy ez nem vicces. Cool story, Bob.
tetszett a történet, amúgy. Ilyeneket mesélsz még. No, és ezután olyan dolog történt, amire nem számítottam. Na most! Mi a szar? Ez Grinch? Mi van rajta, símaszk? Úristen, hogy betörő! Hogy került be ide a lakásba? Úristen, betörtek a lakásodba, ez nem a Grinch! Karácsonyfa irányába ment. Mit akar a karácsonyfánál? Lehet, hogy meghozta az ajándékokat. Ott matak pedig, valamit ott matat a karácsonyfánál. Vagy ellopja őket éppen. Ja, még novemberben nem hoz ajándékot, geci. Ő az egyetlen ember, akinek ellopják a karácsonyfáját, novemberbe vágod. Srácok, szerintem tudja, hogy a karácsonyfámat akarta ellopni. Ezt a kurvát! Végem van. Hatalmas. Miért megy? Mit csinál ott? Jézusom! Jézusom, és én ebből semmit nem vettem észre. Ez nagyon creepy, ez nagyon... Hallod, ez a világ legjobb színészkedése. Én komolyan mondom, hogy azért az RTL klubban meg a TV2-n is történtek már ilyen, hát, érdekes dolgok. De ezt, amit most a Sandy Makeup csinál, azt... Úristen! És én ebből semmit nem vettem észre! Azt a kurva. Mit csinál a technős a Sandy Makeup-pal? Úristen, geci! Jézusom, és én ebből semmit nem vettem észre! Ez nagyon creepy, ez nagyon creepy! Úristen! Jézusom... Elvette az egyik Grinch babát? Basszus! Akkor ezért találtam meg az egyiket az asztalon, kint a konyha asztalon! Mert oda vitte a konyha asztalra. Megfogta, megnézte és... most itt nagyon félek. Elfelejtett, hogy hol volt. Srácok, írjatok meg nekem kommentbe, hogy szerintetek mit csinált Grinch ezekkel a babákkal éjszaka? Elátkozta volna őket? Hát nekem lenne egy tippem, de szinkra nem mondom. Egyébként összesen ennyi dolog történt így éjszaka, hát mondjuk szerintem azért ez is elég. Beletekertem, végignéztem, utána már nem volt semmi, nem jelent meg újra Grinch. Elfike se jött vissza, úgyhogy, ja, ennyi. Minden esetre akkor most már megértem, hogy Elfi miért nem tud jókat aludni, és miért akar inkább a fürdőszobában aludni, és azt is megértem, hogy miért aludtam olyan rosszul azon az éjszakán, mármint hogy miért forgolódtam annyit, azért valamit csak érez abból az ember, hogyha matottnak a feje fölött, és konkrétan látjátok, hogy mit csinál Grinch, felemelte a takarót. Ez annyira nagyon durva. Na ugye három Grinch? Ez annyira... A vakolat az arcán, mint magán a falon. Ez annyira nagyon durva. Hát az a neve, hogy Sandy Makeup, most miért, ez hogy kritizálhatod meg, hogy makeup van rajta? Hát oda van írva ember. Erről tudtál? Erre most nem panaszkodhatsz, hogy makeup van rajta. És babánk van. Van ez, ezt kaptam legutoljára, ennek van a sála. De ha jól láttam, akkor nem ezt vette el a videóban a Grinch, nem ezt hagyta. Milyen kurva hangos amúgy. A konyhaasztalon. Aztán van még ez, ezt kaptam először. Ez volt ugye a pincébe, ez dobta le nekem. Hát most már tudom, most már biztos, hogy tudom, hogy Grinch. Szingli Grinchek 50 kilométeres körzetben. Szingli Grinchek. Amúgy hozzám is eljöhetne a Grinch. Ez nagyon, nagyon érdekes lenne. Így megnézném amúgy. Így elviszi itt a karácsonyfát. Írjátok meg léti kommentbe tényleg, hogy mit gondoltak róla, meg kellene néznünk közelebbről ezeket a Grinch babákat. Folytatja, azt kurva. És ezt ne nézzem tovább. Na jó van. Elekobi nagyon lassan beszél, Sandy meg nagyon gyorsan a két ellentét. Amúgy igen, igen. Ez nézhetőbb, mint Elek Robi. Amúgy kilopta el a karácsonyfám. Ja, hogy most már te, most kajak eltűnt. Oh, fuck. Nagyon ajánlom Grinchnek, hogy ebbe a videóba most már ne rondítson bele, és ne jöjjön ide még egyszer, mert esküszöm neki, hogyha még egyszer ide beteszi a lábát, nem tudom, de bezárom a... Hát hova? Én azt mondom, hogy ez egy olyan formula, és ezt nem tudom, ez amúgy, ez Amerikában megy nagyon nagyokat. Ott vannak ezek a típusú videók, de ott ezek már nagyon régóta mennek. Nem, ez mostanában is megy. Van az a fickó, aki az amógusos dolgokat is csinálta. Amogus Potion 3 AM. Yo, what is up you guys? On tonight's video, we ordered the Among Us Potion from the dark web. And supposedly, when you drink this Among Us Potion at 3 AM, you turn into the imposter from Among Us. Na ez nagyon jó. Ezt adom. Ezen lehet érezni, hogy... Amongár. Vicces, ironikus, és ez tényleg jó. Mi ez a fej? Nagyon durván néz ki a fickó. Úristen! Ajaj! Ott van az imposztor! Nem is itt volt a vicces. Nem mindig leszarom. Amúgy ki kell menjek WC-re. De hát én itt hagyom nektek a Sandy Makeup-ot addig, hogy szórakoztasson, mert szerintem képes rá. Én azt mondom, hogy bízom benne. Megadom neki a green cardot. Nem? Ne?
De miért ne? Te tényleg nem akarnátok ezt? Akkor mit adjak addig? Van itt valami? Figyelj, mivel nem akartátok a Sunny Makeupot, ezért ezzel foglak titeket kínozni. Ez van, és most ebből mi a tanulság, gyerekek, hogy be kell élni azzal, ami van. Ennyi. Ki? Hát ahogy sajnálom, látom, igen, sajnálom, fel, mindjárt jövök. És hamarosan jönnek, ez kézidőcék meg minden. Szevasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legesleg újabb videómban. Köszöntök mindenkit meg szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Hiába van brutálisan sok Skibidi WC a környék. Skibidi WC. Ugyan mennyivel jobb volt a Sandy Makeup? Basszátok meg, hogy nem hisztek nekem. Nagyon finom ez a kinder. Ott lesz a... Ott a Grinch! Most ez komolyan? Tényleg elviszi? Teljesen normális mérete van a Grinchnek, nem tudom miről beszéltek. Ne írjatok ilyeneket. Miért barna a Mikulásnak az arca amúgy? Most nem akarok izé lenni. No racism intended. Csak ez nem annyira megszokott nekem annyira. Srácok, what the fuck, hova tűnt innen a karácsonyfa? Na olyan? Konkrétan 2 percre mentem át abba a raktárszobába, jó talán 3. Ja, hogy még, ja, hogy ú, hogy itt most az a sztori, hogy ott hagyta a kamerát, és akkor történt ez az egész. Tehát még nem is reagál rá. Vagy most mindjárt visszanézi a felvételt, és akkor még az is benne az, hogy reagál rá. Vagyatok, vissza kell nézem a felvételeket. Srácok, Grinch volt, aki elvitte a karácsonyfámat. Visszanézte őket. Már múltkor is megpróbálta ezt a nagyot, de az nem sikerült neki, és most ezt a kicsit elvitte. Mindannyian mondtatok, hogy nagyon figyeljek a karácsonyfámra, hogy el ne lopja, de hát elfelejtettem, hogy itt lesz ez a kicsi is. Ki kellene találnunk egy bombabiztos tervet, hogy hogyan csalogassam fel Grinchot a padlásra, zárjam be oda, és kérjem tőle vissza a karácsonyfát. Minden áron vissza kell szereznünk tőle ezt a karácsonyfát. Tehát ez kell ide a videó háttérről, most megint hogy fog így kinézni? Teljesen elegem van már. Lehet, hogy most felmegyek a padlásra és körülnézek ott, hogy van ott valami, amivel fel tudnám csalogatni, de az a baj, hogy nincs ötletem, ha van bármi jó ötletetek, hogy mivel csalogassam fel a padlásra, akkor ezt írjátok meg, légy szíves. Na srácok, írjátok meg a kommentben, hogy mit szeret a Grinch. Srácok, most nézem, hogy Grinchnek itt is járnia kellett, mert nézzétek meg! Itt minden szét van dobálva, nem értem, hogy ez mit keres itt ez a papír, és nézzetek be oda hátra, meg oda. El vannak dobálva a Grincheim. A harmadikat pedig most nem is találom, most át kell kutatnom az egész házat. A harmadikét. Tuti, hogy itt járt. Hát különben miért nézne ez így itt ki? Én nem így hagytam. Nagyon furcsa, de most egyébként legalább az égő normálisan ég. Ó, ez mondjuk most creepy volt, hogy... Fény megváltozott. Megváltozott a fény? Jó, tuti, hogy itt is járt Grinch, csak ugye a kamera ide már nem látott. Szóval ezt igazából nem tudom bizonyítani, hogy ez itt Grinch volt. Fájdalmasan rosszul színészkedik amúgy. Szóval én javaslom neked ebből a pénzből, amit szerzel az AdSense-ből, abból menj el megtanulni színészkedni, és tényleg csak egy picit, nem nagyon, csak egy picit. Amúgy tényleg az Amogus-os potion-t, azt is tudnám ajánlani, azt ugye Fortnite cartridge. Nem tudom, hogy a telefonokon meg a 4K felvétel az, hát nem túl jó. Folytatjuk. És azután, hogy folytatjuk, azután van kiírva, hogy a cselekmény kitalált. Mikor már vége van, vágod az elejére, nem írja oda. Szerintem a gyerek az már itt elkapcsol. Onnantól kezdve, hogy folytatjuk, és kész, itt. Elkapcsolja. Bazd meg, súr, de te elhitted? Amúgy, egy kicsit én is az elején. 6 éves lennék, akkor lehet, hogy nem tudnám elolvasni. Ide küldöttek. No fucking way. Várjátok, az majd pont nem látszik, de kiscreenelem. Elküldte őt a Grinch Romániába, geci. Hogy mi? Hallod? Hova tart ez a lore? Azt, míg várjál? Na várjál, hol jött be a Grinch? Mit rejtett el a Grinch a kertemben? Soha ne nyisd ki egy Wednesday adventi kalendáriumot, amit a Grinchtől kaptál. Hova mondja? Hova küldte, valami ismeretlen nyelven beszéltél a hova után? Ezért azért a Wednesday adventi kalendárium, amit a Grinchtől kapott, az azért elég erős. Az elég erős. Soha ne díszíts fel egy karácsonyfát, hajnali 3-kor egyedül, mert megjelenik a Grinch. Figyelj, van még. Kilopta el a karácsonyfám. Grinch? Mely Grinch baba van elátkozva, találd meg karácsony előtt kihívás. Találd meg a Grinch kincseket karácsony előtt challenge. Megtaláltam a karácsonyfám. Lefilmeztem a Mikulást. Vajon ő az igazi? Mit keres nálam Grinch éjjel megint? Hú, nagyon sokat jár össze éjjelente amúgy a Sandy a Grinch-el. Nem tudom, lehet, hogy van valami történés. Mi van a Mikulás zsákjában?
Na, ez amúgy nem annyira clickbait. Itt nem volt benne az, hogy amit a Grinch-től kaptál, vagy valami, vagy ami el van átkozva. Soha ne tölts el 24 órát elátkozott Grinch-el a karácsony előtt. Damn. Csak kérnem kellett amúgy ezt az elátkozottat. Soha ne bújócskázz Grinch-el éjszaka, mit rejthet a doboz? Ide küldött Grinch. Romániába. Megtaláltam a maszkos embert, akit Grinch keres. Azt a kurva. Véki! Nem volt hangos amúgy a hangeffekt. Ezt a történetet felvásárolhatná Netflix amúgy. Szerintetek? Szerintem amúgy lazán. Arról volt szó, hogy itt a hotelben fogom megkapni azt a bizonyos térképet, vagy hát amit Grinch nekem szán, meg amire ugye még szükségem meg van. Meg fogja kapni. Ezt írta nekem az e-mailben, azt hiszem. Az e-mailben! E-mailben írt neki a Grinch! E-mailben írt neki a Grinch, hogy találkozzanak Romániában egy hotelben. Hallod? Alex Csigér a Grinch. Amúgy lehet, tényleg? Lehet, hogy Alex Csigér a Grinch. Hol fogom én megszerezni? Egy ilyen mini pendrive-ot hol fogok tudni megtalálni? Jó, gondolom, hogy a többi borítékban lesz majd benne, hogy hova kell mennem. Legalábbis remélem, mert nem akarom egész Nagyváradot bejárni. Javar el sem meséltem nektek, hogy Romániában vagyok. Na, itt a papír. Wow! Most derült ki. Szia, Sandy, ezt a pendrive-ot kell megszerezned. Tudjátok, hogy mi a fura? Pont ugyanilyen pendrive-on van. Mindjárt azt mondja. Hogy... Én úgy emlékszem, hogy én egy eléggé hasonló pendrive-ot kaptam az ismeretlentől. Eléggé sok... Húha! Azt a furcsa véletlen, úgyhogy én most már... Furcsa véletlen, lehet, hogy pont ugyanaz a pendrive az. Nem hiszek Grinchben. De nézzük meg a kettes borítékot, hogy... Lehet, hogy már akkor is nem egy ismeretlen volt, hanem a Grinch. Lehet, hogy összeköti a régi szálakat. Ha minden a terv szerint halad és nem tesz keresztbe senki, akkor az ellenségen is ilyen maszk lesz. Nála lehet a pendrive. Sok sikert, Grinch. Ezt nézzétek. Ez most... Júj! Azta! Anonymous. Anonymous Grinch. Nem lettem okosabb. Azt tudom, mert megnéztem, hogy a Szent László téren van itt Nagyváradon a karácsonyi vásár, úgyhogy oda kell mennem a... Pont oda! Hát ez mennyire szerencsés, de az a következőben lesz, Geci, a következő videóban. A kurva! Fú, ezt a büdös, íres, Isten felé annyira kíváncsi voltam, hogy mikor találkozik a maszkos emberrel, és most azt is meg kell nézni. Bezeg, ez a baj, látjátok, ez a baj, hogy a Sandy Makeup videók mindig ilyen cliffhangerekkel végződnek, és mindig menni kell a következőre. Ez egy függőség. Ez tényleg lehet, hogy függőség. Sokkal jobban élvezem. Nagyon jó content. Kicsi skizó. Nem tudom amúgy, nem hiszem. Szerintem csak beleéli magát nagyon. Sziasztok, Elek, Robi vagyok. Ó, bazd meg, Elek, Robi, most ez komoly. Ha szeretné jól... Tényleg azt kellett rárakni, hogy rá van izélve a gecizve, bazd meg. Tényleg ezt kellett rárakni, bazd meg az index képre. Jók, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig le fogjuk rombolni a gyerekkorunkat, ugyanis olyan... Hát igen, csak az a baj, hogy te... Neked a gyerekkorod az régen volt, viszont te meg le fogod rombolni másoknak a gyerekkorát. Na ez itt a probléma, hogy ők még a gyerekkorukban vannak, te úristen! Hogy nem esik le neki ez, amikor ilyeneket mond? Érthető, illetve gyanús pillanatokat fogunk megtekinteni, amelyek rajzfilmekben voltak ténylegesen, és kicsiként lehetséges, hogy nem is vettük észre, és nem is esett le nekünk, de most, hogy felnőttünk, nagyon is le fogjuk őket vágni, hogyha örültök egyébként ennek a videónak, akkor... Felnőttek, igen, tuti, kurvára. Ők mindannyian nagyon felnőttet. SpongeBob osat már láttam, szia Robi. Ugyanis számomra ez leges lenni a visszajelzés, de kezdjünk is bele, és... Az igen, megnyalták a plankton seggét. Ez volt a SpongeBobba, és planktonnak végignyalták a fenekét. Jaj le a gyerekkorom, jaj le! Fú, hogy mik lesznek itt. Olyan nosztalgikus ez amúgy. Ez vajon a Trinitánok lehet? Ebből a meséből tudja, hogy láttam egy csomó részt. Csak nincsen meg így hirtelen, hogy mégis mi lenne. A fasz? Hát na, a Csajci ott letérdelt, és körbenézett, hogy mégis mi újság van. Hát mi másért térdelt volna, lehet persze. Ez fék, amúgy lehet, hogy fék. De ne csináljátok, szerintem is fék. Mert hogy ennyi mesében ténylegesen van. Ez is izéból van, rendes pornóból van kiszedve, hentájból vágod. Ezer százalék, hogy izéból van kiszedve valami hentájból. Mi a faszom? Tesó! Ilyen cucc!
Rajta pedig valami fehér színű folyadék van. Honnan tudom? Látszik az animáció minőségéből, haver. Nem olyan, mint az eredeti animáció, ami ment a Cartoon Networkön, teljesen más. Csávó pedig bocsánatot kér... Jaj, bocsi, miattam van. Ember! És úgy voltak vele, hogy jaj, a gyerekek úgysem fogják érteni. Képzeld csak el a szituációt, hogy nézd. De az, hogy te se érted, hogy ezek amúgy fékek, nem is ér, oh, ez a legdurvább amúgy az egészben, hogy a legtöbb ember így felmegy az internetre, valami ki van írva, és más van belerakva, érted, egy kamu dolog van belerakva, egy csak izé legyen, több kattintás, vagy nem tudom. És elhiszik! Olyan buta ez a legrobi geci, hogy ezt elhiszi, hogy tényleg ilyen van a Cartoon Network-on, izé, no, jó, hagyjuk, nem is részlet az ember. Ebből csinál videót kajak amúgy, ez nagyon gatya, és alig nézik, alig nézték ezt meg, vagy ez age restricted lenne. Nem hiszem, azt írná itt alul. A Zach Robi fel, lof. Látom úgy, hogy Sandy make-upot többen nézik, mint az Zach Robit. Hűha! Hú, bazzik, a Sandy make-upot többen nézik, mint az Zach Robit, geci. Hát itt nem... Bazzik, azért itt én is jobb megtekintéseket generálok amúgy. Megházasodtam? Úristen. Nem, csak kitöltött egy kérdőjét. Megházasodni. Csak kitöltött egy kérdőjét. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.